Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Sztárinterjú Tandari Ágival és a sztárjaim, dr. Nagy Zoltán, PhD és minden egyéb, ugye? Hát, hiszen van neked ilyen rangod is. Van, igen. 2011 óta, de nem nagyon használom, úgyhogy ezt lehet ki is lehet vágni. És nagy örömre szolgál, hogy Szent Mihály Gábor is itt lehet velünk. Külön köszönöm, hogy vállaltad te is így a hármas interjút. A fenét csináltam volna egyébként. Igen, más választásunk nem igen volt. No, hát itt vagyunk ezen a rangos, most már 10. eseményen ismét, utcazenészek versenye Egerben, és hát külön kiemelt szerepet kapsz te, akármerre megyünk, mindenki köszön neked, nyilván az ismerettséged az egyetemi részről és a színház részről megvan, de mégis hogy kerültél te kapcsolatba ezzel az eseménnyel? Hogy kaptad az első felkérést azzal, hogy te legyél itt a zsűri? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ez 10 éve megy, és én 9. éve koptatom itt Eger flaszterjét, mert hogy első alkalommal még nem volt szakmai zsűri. És már mielőtt kezdődött az egész esemény, az Oli megkeresett minket, Gulyás Laci barátommal, ő a Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója, és tanácsot kért, hogy mégis hogyan lehet egy ilyet lebonyolítani, hogy körülbelül mi az az összeg, ami kiveri a biztosítékot, hogy eljönnek az utcazenészek, hogy egy utcazenész körülbelül egy szett alatt mennyit keres, hogy mennyi érmét dobálhatnak be neki, amitről persze mi viszonylag keveset tudtunk, mert mi sem utcazenészek vagyunk, de csak zenészek, de hát nyilván valami tapasztalatunk volt, és az első alkalom, bevallom, én úgy gondoltam, hogy annyi idő alatt, ami alatt az Oli ezt össze akarja hozni, lehetetlen. És mégis sikerült, és baromira megtetszett ennek a hangulata, úgyhogy a következő évben én örömmel vállaltam el a szakmai zsűri, egyik szakmai zsűri szerepét, és azóta itt ragadtam. És aztán cserélődött a zsűri, én voltam a standard, de most már nem én vagyok a standard, hanem mi hárman vagyunk, a Michel és a Szolnoki Petivel hárman, most már 6. éve együtt zsűrizünk, és azt hiszem, hogy hát én például mi nagyon élvezem. Mi vagyunk az ország. Fogja. Szeretnél hozzáfűzni nyugodtan? Semmi. Semmi. No, azért azt elmondom a nézőknek, hogy a Misi, ugye így hívjuk egymás között, ő az, aki a repülőknek a dobosa, illetve az első emeletnek, tehát vele lehet leginkább találkozni ezeken a zenekarok fellépésein, illetve hogy a Bombonnak is szoktál dobolni. És amellett, hogy dobos, szenzációs történetekkel szórakoztat minket itt az esemény folyamán. Mindenhez van egy jó története, egy jó... Vagy rossz. Nem, és annak ellenére, hogy azt látjuk, hogy csendben van, ő egyébként egy hihetetlenül központi ember. Igen. Rajtam folyik keresztül a Magyar Nemzeti Bank teljes készletet. Tehát annyira központi szerepet játszol. Azért ennél többről van szó nyilván, de térjünk vissza Zoli hozzád egy kicsit még. Tegnap este volt egy koncert, egy gála itt este, ahol ugye felkértek téged, hogy legyen egy zenekarod hirtelen. Igen, igen. Igazából ez megint az én drága jó főnököm otthon, a feleségem, ugye. Őt kérte föl a Teleki Klári, mert hogy a évközben is rengeteg kiállítás megnyitót szervez, és ott az én drága feleségem növendékei szoktak fellépni. És a Képzőművészeti utca fesztiválnak a gáláján is akarta a Klári, hogy énekeljenek el egy dalt a növendékek, és mondta az én drága feleségem, hogy lehet ugyan már Klári, hát most zenei alappal kiállunk egy utcazenész versenyre, hogyan? Nem beszélve arról, hogy a növendékek, ugye most mi közük az utcazenész versenyhez, illetve mi nyári szünet van, most hogyan rángatom őket ide. De hát ott van, apuka majd lekíséri. És akkor ezt én, hogy hallottam, hát tulajdonképpen így megkaptam a feladatot, és akkor gondoltam egyet, hogy ha már így van,
hogy lekísérem, akkor ne én kísérjem egyedül, mert ez milyen béna már. És akkor szerencsére Michelt fölhívtam, és felhívtam, hogy beülne dobolni. Ezért a hatalmas gázsiért. Ezért a hatalmas gázsiért, igen. Holnap indulunk a Bahamákra egyébként. És aztán Ágival és a két szolnoki, ifjabb szolnokival, a Balázsral és a Péterrel kiegészülve meg létrehoztuk. Az Otus zenekarból. Az Otus zenekarból, így van. Létrehoztuk a kis bandánkat, és az utolsó pillanatban még... Egy napunk volt, és aztán még gyorsan én rittyentettem egy fúvós aranzsot a Kelet-Brass Bandnek, mert ugye ők is éppen itt voltak, és örömmel elvállalták, és szerintem egy tök jó hangulatú kis produkció született. Többen egyet értenek ezzel, aki nem, az tartsa meg magának a véleményt. Jó, akkor nem szólok. Úgyhogy szerintem tök jó volt, én nekem nagy megtiszteltetés volt így veletek egy hajóba nevezni, reméljük, hogy lesz még ilyen alkalom, hogy... Kérdezem? Van hozzáfűzni valód? Nincs! Nincs. Mindent elmond. Hát én mondtam, hogy én csak Bólogató Jánosnak vagyok. Zoli, egyetem. Az egyetemen te most a zenei szakon vagy, ugye? A zenei résznél. Zenei intézet, igen. Zenei intézetnél. Itt te szoktál látni olyan kiugró tehetségeket, akikről már azt mondtad, hogy na, akkor én vele biztos dolgozni fogok, mert szeretnék vele egy kicsit külön is foglalkozni. Vagy te rálátsz ezekre a zenészekre, akik ott tanulnak nálatok? Hogyne, hát persze. Hát a zenei intézet, ugye tudni kell, hogy eleve a tanárszakma, mi zenetanárokat képzünk elsősorban, nem egy divatos. Eleve a tanárszakma, a zenetanár meg aztán még kevésbé divatos, tehát egyre családiasabb a légkör a mi tanszékünkön, aminek ugye nyilván hátránya, hogy nem vagyunk elég sokan, de előnye, hogy mindenki ismer mindenkit. És ez azért baromi jó, különösen az ilyen készségszakoknál, illetve a művészeti képzésekben, mert azért tényleg nagyon sok esetben figyelembe kell venni az emberi összetevőt is, akkor, hogyha valamilyen művészi produkciót várunk el. Tehát hozzánk bátran jöhetnek egyéb gondjukkal, bajukkal a hallgatók, és szerintem elég jól meg vagyunk velük, és elég produktívak tudunk lenni. Illetve hát baromira fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, úgynevezett tehetséggondozás címén, de én ezt nem nagyon szeretem ezt a szót, mert a tehetség az úgy is megtalálja magának az utat. Én sokkal inkább híve vagyok egyébként a tömegképzésnek, de most ez egy másik része a dolognak, hiszen hogyha a tömeget nem képezzük, akkor a tehetségnek egy idő után nem lesz kinek játszani, mert nem fogják érteni. De szóval szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert azért így a hosszú hányatatott pályafutásom során 25 éve tanítok majd az egyetemen, több világszínvonal, tényleg büszkén állíthatom, hogy világszínvonalú hallgató került ki a kezünk alól, aki aztán világszínvonalú muzsikus lett. Mondjál nyugodtan pár nevet, hogyha így... Hát most nem akarok, mert akkor kihagyok valakit. Mm-hmm. Nem, tényleg... Jó. Tényleg okay. Illetve, ami még fontos, ugye, hogy összeszoktuk kötni a kellemest a hasznossal. Most éppen nincs, de az utóbbi 15 évben mindig volt nekünk egy hallgatói zenekarunk, amiben egy-két tanárral beszálltunk, és akkor így főiskolai, vagy akkor még főiskolai, később egyetemi rendezvényeken itt a városban, régióban, de volt, hogy nemzetközi versenyeket is nyertünk velük, mikor melyikkel volt, jazzzenekarunk volt, rockzenekarunk volt, ilyen vers megzenés, ami éppen a hallgatóknak az érdeklődéséhez közel állt. Illetve a tehetséges muzsikusokat én mindig beszoktam minden színházzenekarba is. És akkor
és ellentétben sokakkal én ugyanannyi gázsit adok nekik, mint a többieknek, tehát én nem azt mondom, hogy ez a tanulópénz tejfele gázsiért. Nem jó fej vagyok, hanem hogyha a feladat azonos, akkor ne keresen az egyik háromszor annyit, mint a másik. Na, hát ezért tehát, vagy korrekt, akkor inkább ez a helyes szó. Igen, tehát sajnos ugye a mai világban mindig abban takaróznak, hogy erre sincs pénz, arra sincs pénz, amarra sincs pénz. Ugyanakkor nem minden pénz kérdése. Tehát akkor menjünk el kevesebbért, de akkor legyen egyforma korrekt az elosztás, illetve sajnos ott tartunk, hogyha viszont nincs rá pénz, akkor ne csináljuk. Akkor üljünk össze a szobába, és akkor saját örömünkre csináljuk, de avval senkit nem fogok gyengíteni, meg magamat se, hogy olyan helyzetbe hozom, hogy gyakorlatilag megélhetési bűnözők legyünk. Tehát sajnos, amikor azt mondják, hogy erre nincs pénz, akkor jó, hát gyerekek. Meg amikor azt mondják, hogy gyertek el 10 000 forintért, akkor eldöntjük, hogy jó, vagy elmegyünk ingyen, vagy fizessenek normális gázsit, mert a kettő között ne gondolja senki, hogy mi nekünk ingyen van a kenyér. Vagy amikor a kasszához oda megyek, akkor itt tapsolok. És... Igen, szóval nem a kenyér ingyen van, hanem abba gondolj bele, hogy amíg oda jutsz, tehát mondjuk egy budapesti buli, ahol azt mondják, hogy 12 000 forint a gázsi, és pillanatok alatt levezettem neki, hogy de könyörgöm. Tehát jövök Hidegkútról autóval, az oda-vissza 2500-3 000 forint. Aztán parkolok, ugye 8-ig fizetni kell a parkolót, az 4 000 mondjuk, akkor már tartunk, még tudom én 7 000-nél. És akkor ehhez még hozzájön az, hogy a helyszínen iszom egy kávét esetleg, vagy én nem iszok mondjuk így egy koncert alatt egy sört, de ha innék egy sört, akkor meg mit tudom, ott már 2000 forint a sör, és egy pillanat alatt már 10 000 forint. És számlát adsz róla. Igen, és akkor 2000 forint a gázsi, tehát hogy és akkor ebből ilyen családot tartsál föl, meg ilyesmi, tehát hogy egy 30 nap van egy hónapban, és sajnos csak a hétvégékről beszélhetünk, mert ugye a hétköznap nincs közönség természetesen és normális módon. Úgyhogy egyszerűen elképzelhetetlen. És akkor mitől vagy ilyen gizda? 12 000 forint, neked már nem pénz. Mintha neki az lenne. Igen. Tehát mindegy, kicsit elkanyarodtunk rossz irányba. De zenészek vagyunk, kicsit ezek tények. Rossz irányba, mert ugye hajlamosak vagyunk ugyan a közösségi médiákba, azt mondja, hogy mindenki happy, mindenki boldog, minden rendben van, jaj, de szuper, nincs. A kulturális élet az fantasztikusan szárnyal. Hát nem. 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 Sajnos mindegy, jó, túl van árazva az minden, a helyzet, hogy kivéve a kulturális szakembereket. Igen, ennyi. Öreg rókák vagytok, tehát nem most kezdtétek. De hát ki más mondja ki ezt az igazságot, ezt a valóságot? Tehát itt vagyunk az utcazenészek versenyén, ahol fiatalok hatalmas lelkesedéssel, ez olyan, mintha Amerikában megvalósított az álmaidat típusú. Ők azért jöttek ide, mert valakik tehát ők is álom megvalósítók. Szeretnének itt lenni, de valakinek hallani kell, valakinek ki kell mondani az igazságot, és ki mondaná ki, ha nem azok, akik ebben élnek, ebből élnek. Igen, és szóval ne gondolja senki, hogy most mi ilyen nagyon anyagiasak vagyunk. Mert természetesen mi bennünk is volt, és van is lelkesedés, az, hogy kiállunk, akkor nyilván nem mindegy, hogy milyen a produkció, és akkor az ember a saját legjavát bele akarja adni. Itt a fiatalok tényleg öröm nézni, amilyen plusz energiákat megmozgatnak saját magukban, hogy kirakják szívüket, lelküket, és ez manifestálódik akár pénzben, akár lájkérmében, akár abban, hogy az emberek megállnak és jól érzik magukat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember egy kicsit a lelkére is vigyázzon, és ezáltal, hogy itt szól a zene, ezáltal gyakorlatilag az egri embereknek és az egernek a lelkére vigyázunk. Csak nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ez nem annyira fontos. Holott
mert hogy gazdasági haszonban nehezebben mérhető. Egyébként mérhető, de nyilván kevésbé konkrét az, hogy valaki, ha jól érzi magát, akkor több pénzt költ, vagy milyen lesz a jövő, akár itt Egerben, akár az országban. És tehát nem arról van szó, hogy mi nem vagyunk lelkesek, vagy mi csak a pénz motivál bennünket, de és mi is kiállunk, és játszunk, és csak ugye a fiataloknak még nem annyira kell családot eltartani. Nekik még nem kell rezsit fizetni. Igen. És szóval azért aggódom egy picit, hogy nyilván itt eléggé heterogén, és hála Istennek eléggé heterogén a zenészek képzés tekintetében az összetételük. Vannak olyanok, akikből egészen biztos, hogy profit lesznek, vannak olyanok, akik viszont otthon a gyereknek ott elgitározgat, vagy elénekelget, és ez egy fantasztikus dolog. Nem is kell, hogy mindenkiből profi legyen, de akiből profi lesz, annak látni kell, hogy ez egy baromira göröngyös út, de sok örömet ad. De nagyon sok örömet ad, és szóval pont tegnap itt ilyen régi barátommal beszélgettünk, és kérdezte, hogy mi van bele, mondom, figyelj, de hát nem vagyok krőzus, nem, de van gyönyörű családom, van jó hely, ahol lakom, két egészséges, csodaszép, tehetséges gyerekem, mi a francot akarok még? Mert hogy szerintem, aki ezzel foglalkozik, a zenészek nagy többsége, vagy a művészetekkel foglalkozók nagy többsége, nem feltétlenül az anyagi jólétet tekinti elsődlegesnek, és ez szerintem még a gazdasági értelemben is hasznot húz, mert mi nem fogunk mindenféle hülyeségre pénzt költeni, ugyanakkor a szükségleteinket megpróbáljuk kielégíteni. Tehát ez most ezt elég hülyén fogalmaztam meg, ugye, Bólogat? De értjük. Fölösleges. És fiatalok, és ne vegyetek kábítószert, legyetek rockstárok, akkor megkapjátok ingyen. persze, ezt nem hallottuk. Ha 20 évvel ezelőtt találkoztam volna veletek, és elmondtátok volna nekem mindezt, hogy ez mi, és nem a saját bőrömön kellett volna megtapasztalnom, hogy mennyire nehéz azt, hogy komolyan vegyenek, azt, hogy odafigyeljenek ránk, akkor az egy hatalmas segítség lett volna. Úgyhogy azért örülök, hogy most erről beszéltetek, mert például tegnap a tengeri szerzetekkel is sikerült egy kis interjút, egy kis szösszenetet beszélgetnem. És ugye mondtam nekik, hogy mekkorát futott a videójuk, és ezt ők nem is értik. Nem fogják fel, hogy mennyire fontos az, hogy ma már ugye a világban láthatóvá váljunk. De ez nem jelenti azt, hogy az azt jelenti, hogy komolyan vettek minket. Persze. És hogy mennyire jó lenne, ha lenne mellettük egy Nagy Zoli, vagy egy Szent Mihály Gábor, Michel, aki meglöki abba az irányba őket, azzal az információval, amit ti már tudtok. Mert ők még nem tudják, ők csak örömzene van. Igen, de viszont ha nem járja végig a saját útját, hanem beleejtjük egy kész sablomba, tehát hátulról megnyomjuk, akkor viszont soha nem tanulja meg azt, amit neked tanulnia. Mm. Tehát azért ez igen, valóban működik a nagy médiában, meg a nem tudom, tehát a való életben is nyilván működik ez a dolog, hogy jön egy ember, aki már ezt végigjárta, meg tudja, meg megvannak a kapcsolata, és akkor hirtelenjében egy tehetséges előadó alányul, már a tehetséges előadónak nyúl alá, és akkor szépen beteszi a megfelelő helyre őt, de hosszú távon azt hiszem sokkal jobban működik az a Rúzsa Magdi, vagy nem tudom, még lehet mondani sok embert, aki végigjárja ezt a dolgot, tehát hogy megtermeli magának ezt a státuszt, és a végén elér oda, hogy tudja, hogy
hogy voltak hibáim, meg voltak szerencsés pillanataim, meg jó pillanataim, meg ezért megdolgoztam, azért megdolgoztam, és a végén itt a gyümölcse. Vannak ilyen még szerencsésebb emberek, mint például az Azariak, aki nem tudom, 2-3 év zenélés után 3 aréna. De ezt nem lehet általánosnak tekinteni, tehát hogy mindenképpen a 90%-a esett olyan, hogy végig kell csinálni, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hatalmasat változott a világ szerintem. Tehát igen, most bocs, már... hogy ezért, tehát tényleg a ma ember az időt ki akarja hagyni az egyenletből, holott ahhoz, hogy az ember akár simán az ember személyisége fejlődjön, ahhoz idő kell. Tehát azt nem írhatom be a Google-ba. Ahhoz, hogy az ember megtanuljon valamilyen hangszeren játszani, ahhoz idő kell. Azt se írhatom be a Google-ba, és így fokozatosan a személyiségével együtt a tehetsége kibontakozása is fejlődik. És nyilván ezt az utat végig kell járni, és ez idő. Ezért nem vagyunk egyébként vonzó szakma, mert mindenki azt mondja, hogy mi csak játszunk. Igen, de... Mondhatok egy viccet? Mondj. Anyuka beviszi a gyereket, és zenéiskolába is mondja, ja, meg lesz, igen. Hogy szeretném, hogyha a gyerek tanulna a zenét, hogy hát arra gondoltam, hogy zongorát, mennyi idő a zongorának a megtanulása? Tanárod, azt mondja, minimum 5 év, de hát még aztán még amíg fejlődik, ne is folytassa, jó, van valami gyorsabb. Hát nézze, hogyha esetleg gitározni. Jó, a gitár az mennyi? Hát a gitár az olyan 3 év, és akkor még, jó, ne is folytassa, ennél valami gyorsabb van. Hát még ott van esetleg a dob. Az mennyi idő? Hát 2... De a 2 év mondjuk, de hát utána még... Nézze, eznél van valami gyorsabb tényleg, amit... Hát igen, van a basszusgitár. Az mennyi idő? Ezt helyben megvárhatja. Igen. Én azt hittem fordítva lesz, hogy a dobra hegyezett nem, ki. Nem. Azért nem a dobra, mert hát dobos, nyilván nem. Nem, tényleg nem. Ez a basszusgitár. Igen, basszusgitáról. Jó, Istenem. Igen, tehát... Igen, ezt gondoljuk, hogy ezek ilyen egyszerű dolgok, és szóval ez egy rabszolgamunka, és az ember akármennyire nagyon sok évet tölt el ebben a szakmában, nem mehet ki, nem állhat ki a színpadra úgy, hogy nincs gyakorlatban. Ergo, amikor éppen nincs a színpadon, akkor is napi gyakorlást igényel az, hogy ha oda hívják, akkor ne tűzoltás legyen, hanem tudja képviselni a saját értékeit. Tehát ezért nem vagyunk divatosak, mert az mind idő, hogy az ember leül gyakorolni, hogy az ember valami újat megtanul, ez mind idő. És mai világban így nagyon-nagyon gyorsan szeretik pörgetni a dolgokat. De gyorsan is lehet, ezért vannak a tehetségkutató műsorok, ugye pillanatok alatt a nulláról a 100. létrefokra érkezik mindenki. Igen, és aztán sokan nem is tudják ezt kezelni. Nem tudja kezelni, nem tudja, hogy mivel jár az, hogy ő ott van, nem tudja, hogy milyen felelősséggel van azzal, hogy ő ott van, milyen hatással van a közönségre, a nézőre. És pont ez a lépcső lépegetés, a lassú, mint például, ugye hát én a Petiről tudom azt, hogy ugye, hogy ő kezdte a legelején, hogy csak vokálozott, csak fuvolázott, és akkor egyre feljebb jutott. Tehát, hogy ez a lépcső ma már nincs meg a zenészekben, mondjuk egy részében, igen, és ez hiányzik. Na meg ugye az élő zene, ugye erről is beszélgettünk sokat. Igen, mert ugye ott a mesterséges intelligencia, itt mondják, hogy valóban bizonyos szempontból reklámszakemberek és kísérő zene, meg beírjuk az AI-be és generál nekünk valamit, és akkor valóban aggódhatunk. De azért az AI egyet nem tud kiállni, és ott akkor a saját impulzusait abban a pillanatban átküldeni annak az embernek, aki éppen ott akkor hallgatja. Tehát tehát az emberi úgynevezett megmagyarázhatatlan emocionális információ áramlást nem fogja tudni, de szépen mondtam, az AI, és éppen ezért azt gondolom, hogy pontosan ebben kéne erősíteni az embereket,
hogy a művészeti nevelést is, illetve a művészeteket, bennük köztük a zenét is, minél közelebb hozni hozzájuk, hogy minél többen élvezzék és műveljék, mert aki műveli, az fogja tudni igazán érteni és értékelni aztán. De nem azért, hogy ő zenész legyen, hanem azért, hogy ő, és az is egy hangzatos, hogy boldogabb ember lesz, de ezeket statisztikai adatok bizonyítják. Magyarországon ugye a Kodály módszer révén, ugye a zenével, zenei általánosban végzettekkel, már a 70-es évek elejétől születtek ilyen mérések, hogy nagyon, tehát a Plé Csabáék, akkor a Kokas Klára, akkor mindjárt eszembe fog jutni. Tehát most ugye a skandináv országokban... Ezt most 2024-ben úgy mondanánk, hogy Playback Csaba. Igen, Playback. És Kokain Klára. Na ezért ül itt a misés. Köszönjük. Ezért is, igen, szeretjük, köszönjük. Most a skandináv országokban újra kitalálják a meleg vizet, és akkor különböző cikkek jelennek meg arról, hogy a zenével foglalkozó társadalom is, és valóban a skandináv országokban, például Svédországban óriási hagyománya van akár a zenei stúdióknak, akár a műfázakban nevezük így a zeneszobáknak, eleve a zenélésnek sokkal több ember vesz magának hangszert. Tehát ergo gazdasági haszna is van a dolognak, de itt nem, ők ugye persze próbálják így a politikusok torkán lenyomni, hogy ennek van gazdasági haszna, de itt nem a gazdasági haszon az elsődleges, hanem nálunk a 50-60 évvel ezelőtti mérések bizonyítják, hogy azok az emberek, akik zenével foglalkoztak, mondjuk zenei általánosban, messzebb dobálják a kis labdát, magasabb társadalmi célokat tűznek ki maguk elé. Ergo, mint fiziológiai, mint társadalmi, mint pedig szellemi szempontból ők fejlődni fognak, ami nyilvánvaló a mai fogyasztói társadalomban nem annyira jó, mert nem lehet őket annyira meghűíteni, de attól a magyar jövő sokkal inkább fejlődik, hogy mi a művészetekkel, a zenével foglalkoznánk. És mondom, most újra jönnek ezek a zenével foglalkozunk, az 2020-ben skandináv kutatások szerint, mondom, emberek, 1974 óta ezeket mi mértük. Nota bene, amit már mérni kell, az már gyanús, hogy ezt meg kell mutatni valakinek, hogy nézzétek meg, hogy itt kérdés, ugye, hogy a bűnözési ráta az gyakorlatilag a zenei általánosban végzettek körében nulla. És ezt a Zene Akadémián is, ez volt egy professzor, nézegette a bűnügyi rovatot, hogy elkeresem gyerekek az egyik tanítványaimat, de egyet se találok sose. Mert nem. Igen. Mert nem így akarja megoldani az életét. Mert olyan igényszintje van, és olyan eltökélt, hogy ő a saját igényeit meg tudja valósítani, másképp nem kell hozzá lopni, csalni, hazudni. Jaj, de szépen. Mehetünk. Kész? Na, még egy kérdést akkor hagyd tegyek föl nektek. A Miskának most. Jó, rendben. Kiszáradt a szám. Kedves Gábor. Hányan szólítanak Gábornak? Szólítanak? Inkább a Misi. Mit gondoltok? Ugye ma véget ér ez az esemény, ahol itt vagyunk, ugye az utcazenészek versenye. Aki most itt részt vett ezen az eseményen, és most már sokat gyára, mert ugye már folyamatosan jönnek vissza évek óta, szerintetek jövőre el fog-e jönni? Aki megnyeri majd ezt a versenyt, ő el tud-e gondolkozni azon, hogy megérte neki ez az esemény, hogy eljött, megérte azért, mert ti vagytok a zsűri, ugye Péterrel együtt, tehát, hogy azért jött el, akkor inkább így teszem fel a kérdést, mert ilyen zsűri van itt, és szeretne egy szakmai véleményt kapni a munkájáról. Nem, ezt az utó második kérdéset, hogy nem hiszem, hogy a zsűri összetétele, illetve maguk a személyek bármilyen szinten perdöntő tényezők lennének. Egyrészt, másrészt pedig az első kérdésedre válaszolva az, hogy nagyon sokan visszajárnak ide,
Tehát az egyértelmű, hogy vannak olyan előadók, akikkel már tényleg amióta mi vagyunk, mondjuk 6 éve vagyunk, a Zoli az régebben, de amióta mi vagyunk, azóta minden évben találkozunk. Sőt, jöttek ugye még akkor, még terhes volt az énekesnő, aki most a gyerekével, illetve a férjével együtt játszik. Szóval, hogy visszajárnak, nyilván nem csak azért, mert mi korrektül próbálunk zsűrizni, hanem azért is, mert a maga a fesztivál is fejlődik, a szervezés is fejlődik, nyilván az Ábrizonynak is ez az elképzelés, hogy egyre jobb és összetettebb legyen, tehát, hogy, és ez megjelenik a lebonyolításban is. Úgyhogy nyilván, és ez a telefonom. Ez enyém is. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sok a visszajáró, és nyilván nagyjából 50% az új. Így tevődik össze minden évben a zenészek. Eldőlt már számotokra, hogy ki lesz a nyertes? Nem. Hát igazából még nem. Tehát még filózunk, de úgy megvannak a jelöltek. Szanderezünk, igen, már komoly jelöltek vannak, de szóval még... Ábri Zoltán hív minket. Ábri Zoltán hív minket. Jó, akkor mennünk kell, mert a főszervező hívott minket. Köszönöm szépen nektek az interjút, és azt is, hogy itt lehettem veletek ez alatt a pár nap alatt, mert sokat tanultam tőletek, és hihetetlenül megtisztelő volt veletek tegnap zenélni együtt. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak. A videó hamarosan elérhető lesz. Minden jót! Thank you.